Ezúttal tehát a büszkeségről, illetve a lázadásról lesz szó, és Kóré története az, amit meg fogunk nézni, úgyhogy vágjunk is bele. Az első, ahol kezdeni fogjuk, ez Júdás 6-os verstől. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök pirincseken, sötétségben tartotta, miképpen Szodoma és Gomorra és a körülöttük levő városok, amelyek ahhoz, azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak örök tűznek büntetését szenvedvén. Hasonlóképpen mégis, ezek is álomba merülvén testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják. Kik azok, akikről beszél? Négyes versben elmondja, mert belopóztak valami emberek, akik régen előre beirattak ezen ítéletre, gonoszok, kik a mi Elohimünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Adonájt, Elohimet, és Adonájt, Jahusá Hamásiákot megtagadják. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer tudjátok, hogy Jahua, amikor a népét Egyiptom földéből kiszabadította, viszont azokat, akik nem hittek, elvesztette. Ezekről az emberekről van szó. Akik Jahua kegyelmét, azaz Charis, ez, hogyha az efézusiakhoz írt levelet, levél elemzését már néztétek, akkor a Charisról többször van benne szó, Charis egyébként szíveség, jóindulat, vagy pedig kegyelem. Jahua kegyelmét bujálkodásra fordítják. Mindazok, akik azt mondják, hogy a Torának már nincs jelentősége, azok ebbe a kategóriába tartoznak. Ez az, akikről beszél. Akiket hasonlítja az angyalokhoz, akik a nagy nap ítéletére bilincseken sötétségben tartatnak, illetve Szodoma és Gomorra városához. Ezekhez hasonlítja ezeket az embereket. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván, vagy Sátánnal a Mosé teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, blasfémia, ez a káromló, rágalmazó, gyalászkodó, ítélet pedig krisis, úgy mint per a Septuaginta szerint, de egyébként ítélet vagy büntetés, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged, Jahua, azaz rábízta az ítéletet még ő is. Ezek pedig az emberek, akikről beszélt, azokat káromolják, amiket nem tudnak, amiket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak. Hiszen nem követik a Torát, hanem mennek a saját fejük után, a saját szívük után és a saját gondolataik után, és ez az, ami megrontja őket. De a 11-es vers az, ami igazából számunkra fontos lesz ma. Jaj nekik, mert a Hain útján indultak el, és a Balám tévejgéseivel bérért szakadtak ki, és a Korá, vagy Kóré ellenkezésével vesztek el. Kóré lesz a főszereplő a mai nap folyamán, ezért akartam megmutatni, hogy milyen karakter is volt Kóré. Ő az, akihez hasonlítja ezeket az embereket, Jahuda, vagyis Júdás. Akit érdekel, olvas el Júdás levelét, és akkor nagyszerűen meg fogja érteni, hogy mi is az a karakter, ami jellemzi ezeket az embereket, de összefoglalható ebben a három másik figurában, Káin, Balám és Kóré. Káin útján indultak el, aki ugye megölte a testvérét, aki szintén a saját feje után ment, Balám szintén a saját feje után ment, Kóré szintén a saját feje után ment, hiszen Káin azt az áldozatot mutatta be, ami ő akart, Balám szintén mind a két úton akart járni, illetve Kórét pedig meg fogjuk nézni, hogy mi is az, ami vele kapcsolatban probléma lesz. Ez 4 Mózes 16, és így kezdődik. Kóré pedig az Ichár fia, aki Lévi fiának, Kehátnak fia vala, és Dátán és Abirám, Eliábnak fiai, és On, a Pelet fia, aki Rúben fiai valának, fogták magukat, és támadának Mosé ellen, és Izrael fiai közül 250 ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei valának,
tanácsbeli, híres, neves emberek. Nézzük meg, hogy mi is az, ami történik. Mielőtt belevágunk, korá, a kóré jelentése kopasság. Korá az kuf, res és hé. Megosztom ezt a képet, és akkor mindenki láthatja, hogy mik ezek a karakterek, amikről itt szó van. De egyébként a kuf a napot jelenti, ahogyan a horizonton, illetve maga a jel, a piktografikus jel, az a nap a horizonton. Kuf megtalálható jobb oldalt alulról. A negyedik, a nap a horizonton, egy körpálya, az idő, vagy fény, de egyébként egy kört jelent. Míg a res az ugye fejvezető gondolatok, a hely, het, azt írják, de hának ejtét. Nézzük meg, hogy a hely mit jelent. A hely az kinyilatkoztatás, míg a het, az pedig bal oldalt alulról negyedik kerítés, fa, vagy elválasztani. Hát akkor haladjunk ezzel, hiszen mégiscsak úgy írták, hogy het. Szóval van egy körpálya, ugye ez a körforgás, utána a vezető, illetve a gondolatok, és egy kerítés, illetve egy fa. Ez kora piktografikus elemekből álló neve. Körforgás, ami a vezetőnek a gondolatait körbe veszi, vagy elválasztja, vagy attól elválaszt minket. De lehetséges az is, hogy ha időt akarjuk, akkor azt is behelyettesítjük, mindenki eldönti magának, hogy mi az, amire ő gondol. De ez kora egyébként kopasság, meg fogjuk látni azt is, hogy miért hívják őt annak. Ő volt az, aki felbújtotta ezeket az embereket. A gyülekezetnek a fejedelmei, fejedelem, főnök, vezető, elöljáró, felelős, azok, akik vele tartottak. 250 ember a vezetők közül, illetve a tanácsbeli híres, neves emberek. Elhívott egyébként az, hogy híres, bizonyos szolgálat betöltésére egy kiválasztott vagy előjáró, neves pedig ugye a név az Sém. Ezek az emberek mind vele tartottak. És gyülekezének Mósé ellen, és Áron ellen, és mondának nekik, sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek minnyájan kadusim, vagy szentek, és közöttük van Jahua. Miért emelitek azért fel magatokat Jahua gyülekezete fölé? Ezt mondja ugye Koré. Még annyit, hogy azt mondja a másik versben, hogy és támadának Mósé ellen. Kum, támadni fel kell, vagy feláll. Rátör, vagy kiáll valaki ellen, vagy rátámad valakire ellenséges szándékkal. Neki kezd valaminek. Felkelés szít, fellázad, de egyébként növekedik vagy gyarapodik, egyre erősebbé válik. Kiáll, előáll. Ez a növekszik, gyarapszik, egyre erősebbé válik. Ez nagyszerűen meg fog jelenni majd ebben a szituációban. Érteni fogjuk azt is, hogy miért csinálta ő ezt, de a lényeg az, hogy ez a 250 ember, a fejedelmek és a híres neves emberek Korá vezetésével fellázadtak Mósé ellen. Azt mondja, sokat tulajdonítotok magatoknak. Ez ráb a kifejezés, ez a sok, amiről beszél, hogy sokat tulajdonítotok magatoknak. A Szent Imre azt írja, hogy elegünk van belőletek, az egész közösség szent. Ugye ők úgy írják, hogy elegünk van belőletek. Végül is legyen elég nektek, sok ez tőletek. Ez ugye az izraelita társulat verziója. Sok ez tőletek. Következő pedig, you take too much upon you. Ugye ez az amerikai standard verzió. Amit kifejez ez a szó, mert tulajdonképpen ez egy szó. Ez a három, sokat tulajdonítunk magatoknak, ez egy szóval fejezi ki, ez pedig ráb, res és bet, a vezető háza, vagy a vezetés háza, vagy a gondolatok háza. Ez annyit tesz, Kora szerint, illetve ezek szerint, az emberek szerint túlságosan sok az, amit Mósé magának akar. Legalábbis ez így jelenik meg az ő szemükben, hogy túl sok az, amit Mósé magára vállal azzal, illetve Áharon szintén, azzal, hogy közvetítenek Jahua, illetve
a népe között. Holott az egész gyülekezet, egyébként Edah a gyülekezet, amiről őt beszél, Ain, Dalet, Hei, úgy mint a kút, az ajtó és a kinyilatkoztatás, vagy a szem az ajtó és a kinyilatkoztatás, a gyűlés vagy a gyülekezet, az a szem vagy a látás, ami az ajtón a kinyilatkoztatás látja. Ez a gyülekezet. Az egész gyülekezet, ezek minnyájan szentek, kadós, úgy mint oda szentelt Elohimnek. Arról beszél, hogy túl sok az, amit Mosé magának elvállal az egész vezetésből, hiszen minnyájan azok, és közöttük van Yahuwah, és ráadásul közöttük jár Yahuwah, azaz tisztában vannak vele, hogy ott van. Miért emelitek azért fel magatokat Yahuwah egész gyülekezete fölé? Ez az, amit mond Kori, ez a felemelni, ez egyébként násá, úgy mint felemel, felvesz. De itt van oldalt minden jelentése, akit érdekel, hordoz, visel, de egyébként a büszkeség ösztönöz, a szintén ez a szíve, vagy szívét felemeli, vagy büszke lesz. Hangját felemeli, lelkét felemeli, vágyik valamire. Ez a kifejezés, amit itt láthatunk. Így értelmezte Korá, illetve ez a 250 ember vele együtt. Mindenki szent, miért ne tudnák ők is ellátni ezt a feladatot? Mikor hallá ezt, Mosé arcra borula. Mosé tisztában volt azzal, hogy ez egy probléma. Ő nyilvánvalóan tudta, hogy ez problémát fog okozni. Tisztában volt azzal, hogy mi vezérli Korát azzal a cselekedetével, amit véghez visz. Ő a vezetője ezeknek, és szól a Korénak Mosé. Koré maga lévita volt, így van. Elnézést. Szóval Koré lévita volt, ami egy papi nemzetség, ugyanúgy, ahogyan Áron is, és Mózes. Szintén lévita volt, elsőszülött, és úgy gondolta, hogy neki joga van ehhez. Ő így döntött, nem várta meg azt, illetve nem hallgatott Jahuára. Igazából hiába volt problémája neki Mózessel, illetve Áronnal, őket Jahua kiválasztotta, sőt megmondta, hogy Mózes az, akivel szemtől szemben beszélek. Míg a többieknek kinyilatkoztatja az akaratát, vagy álomban, vagy így, vagy úgy. Ezt nem volt hajlandó elfogadni, és ő a fejébe vette, hogy ő alkalmas erre a feladat. És szól a Korának, és az ő egész gyülekezetének, azoknak az embereknek, akik Korával tartottak. Úgy is ugyanazt a szót használja, edá, úgy mint belátni az ajtón a kinyilatkoztatásba. Ez csak egy másik kinyilatkoztatás, amiben ezek az emberek beláttak, és ez Kora kinyilatkoztatása volt. Reggel megmutatja Yahuwah, ki az övé, és ki a Kadesh, és kit fogadott magához, mert akit magának választott, magához fogadja azt. A szó megmutatja, ez Yada, úgy mint tud, tudatában van, vagy megismer, illetve elismer valakit. Ez gyakorlatilag tudás, amiről itt beszél, melyből a da'át szó, mint tudás, származik. Meg fogja mutatni, azt ki fogja nyilatkoztatni, érzékeltetni, különbséget fog tenni, ezt jelenti a szó egyébként, különbséget tesz. Vagy pedig tudomása van valakinek. Megismeri, tudja a módját. Ez az, amit jelent ez a szó. Yada, melyből a szó da'át, mint tudás származik. Meg fogja ezt mutatni majd reggel Yahuwah. Ki az övé, ki az, aki Kadesh, és kit fogadott magához? Mosé tisztában van azzal, hogy mi Yahuwah akarata, és érdekes módon egy lévita, egy elsőszülött nincs tisztában azzal, hogy mi is ez a rendszer. Nyilván egy ponton tudnia kellett, hiszen most állt elő ezzel, és ez a rendszer működik már hosszú-hosszú ideje, hiszen ez már ugye a Midbar 4 Mózes. Mostanra jutott el benne az az érzés, amiről ír Yahuda vagy Júdás az ő levelében, hogy a saját feje után megy, illetve felemelkedik magában. Ez mostanra jutott el oda, hogy ennek szót adjon. Mert akit magának választott, magához fogadja azt. Ezt cselekedjétek azért. Vegyetek magatoknak töményezőket. Ez machta.
Úgy, mint tűztartó, vagy hamutálca, így van, parázstartó, töményező egyébként, Kora és az ő egész gyülekezete, mindazok, akik vele tartanak. Hozzá kell az ő tömjénezőjüket magukkal, tegyetek azokba tüzet, és rakjatok rá füstölő szert Jahua előtt holnap. És az a férfi legyen Kodes, akit kiválaszt Jahua. Sokat tulajdonítotok magatoknak, Lévi fiai. Mósé ugyanazt a kifejezést használja, Ráab, mint amit azok használtak, mikor róla beszéltek. Magyarul kialakult egy olyan szituáció, ahol Jahua fogja megmutatni majd, amit mondott Mósé, hogy reggel megmutatja Jahua, vagy Iada, el fogja dönteni, különbséget fog tenni majd, hogy ki az, aki valóban sokat tulajdonít magának, ki az, akire vonatkozik valójában ez a Ráab, amit Kora és Mósé szintén használ. Majd el fogja azt dönteni, Jahua az lesz igazából a döntő, mint mindig. 8-as versben így folytatja, és mond a Mósé Korának, halljátok meg, kérlek, Lévi fiai, avagy keveslitek-e azt, hogy titeket Jiszrael Elohime külön választott Jiszrael gyülekezetétől, Eda, hogy magához fogadjon titeket, hogy szolgáljátok Jahua sátorának szolgálatában, hogy álljatok egy gyülekezet előtt, és szolgáljatok neki. És hogy magának fogadott téged, és minden atyád fiát, a Lévi fiait te veled, hanem még a papságot is kívánjátok. Mósé elmagyarázza neki, hogy ők úgy gondolják, hogy az nem elég, hogy ugye az világos remélhetőleg mindenki számára, hogy az aranybórjú után ez sem ott, 32. Az aranybórjú után nem az elsőszülött volt a pap, mert ugye úgy volt addig, hogy minden elsőszülött Jahua szolgálója, hanem a léviták lettek, hiszen ők voltak azok, akik 3000 embert megöltek ott, és akik mikor Mózes mondta, hogy ki az, aki velem tart, és Lévi minden fiai pedig vele voltak, és megöltek 3000 embert, egyébként megmutatom. Ez sem volt 27. Szóval nekik ezt mondja Jahua, Jézusra hatalmassága, kösön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron. Egyik kaputól a másik kapuig, kikövölje meg az ő atyafiát, barátját, rokonságát. A Lévi fiai pedig Mósé beszéde szerint cselekedének. Lévi fiai voltak azok. Megáll Mósé a tábor kapujában ez egyel előtte, és mondta, aki Jahuáé, ide hozzám, és gyűlének ő hozzá mind a Lévi fiai. Ez volt az a pillanat, amikor Lévi fiai váltak papsággá az elsőszülöttek helyett. Ez az, amire utal Mósé itt, hogy számukra ez kevés, hogy ők szolgálnak, hanem próbálják a papságot szintén magukévá tenni, ami ugye Mósé, illetve Áron fiaié volt. Áron leszármazottai, bocsánat. Pontosan. De nem csak Áron fiaié, vagy nem csak Kóra volt az egyetlen, aki ezzel a tűzzel pórul járt, hanem meg fogjuk nézni, hogy ki más még. De folytassuk még gyorsan ezt, amit elkezdtünk itt. Azért hát te és a te egész gyülekezeted Jahua ellen gyülekeztetek össze. Mert Áron micsoda, hogy ő ellene zúgolódtak. Jahua megmondta, hogy Áron fiai fogják ellátni ezt a papságot az ő nemzedékeik szerint. Szerintem Mózes is furcsálotta azt, hogy Kora azt nem értette meg, és ez az összes ember. Hiszen az a büszkeség és az a lázadás, az a szellemiség, ami úrrá lett rajtuk, az elvakította őket annyira, hogy ezt ők nem voltak képesek megérteni, sőt, ők fellázadtak maga Jahua döntése ellen. Elküldte aztán Mósé, hogy hívják előtt Dátánt és Abirámot, az Eliáb fiait, azok pedig felelének, nem megyünk fel. Ezek, akikről itt beszél, azok, akikről az első versben ír, Kora, Ichár fia, Lévi fia, Kehátnak a fia, és Dátán, Abirám, Eliábnak fia, és Om, Pelet fia, aki Rúben fiai valának, ezek voltak azok, akik szövetkeztek. Akikről beszél itt, nem is jöttek el, mikor Mózes hívta őket.
Avagy kevesed-e azt, hogy felhoztál minket a teljen mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában, hanem még uralkodni is akarsz rajtunk? A helyzet odáig fajult, hogy Ruben fiai, ugye Lévi fia volt Kora, ezek a Dátán, Abiram, On, ezek pedig már Ruben fiai voltak. Szóval nem csak Lévi, hanem Ruben szintén fellázadt már. Az ő problémájuk az volt, hogy ők úgy gondoltak Egyiptomra, mint egy teljen mézzel folyó föld. Hiszen ő azt mondta, hogy avagy kevesed, hogy felhoztál minket a teljen mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában, hanem még uralkodni is szeretnél rajtunk. Sarár, bocsánat, szrár az uralkodni. Valaki, aki kormányoz vagy uralkodóként viselkedik, idézőjelben királykodik, úgy, mint egy maga választotta tisztségre emeli magát, vagy viselkedése túlzónak tűnik mások szemében. Ez az, amivel ezek az emberek meggyanúsították őt. Az egyik csapat pap szeretett volna lenni, a másik csapatnek vissza akart menni Egyiptomba, mert számukra az volt a teljen mézzel folyó föld. Két csapat állt össze. Éppen nem teljen mézzel folyó földre hoztál be minket, sem szántóföldet, és szőlőt nem adtál nekünk örökségül. Avagy ki akarod-e szúrni az emberek szemeit? Nem megyünk fel. Ők el sem jöttek Mózes hívására. Az egyik problémájuk az volt, ugye, hogy eljöttek onnan, ahol mindenük megvolt, csak szabadságuk nem volt. A másik, amit elfelejtettek észrevenni, az, hogy Jahua maga volt az, aki kihozta őket onnan, Mosé által, és ő választotta ki ezt a földet, amelyre beviszi őket, és ő volt az, aki teljen mézzel folyó földnek hívta. Egyik csapat sem volt igazából már tisztában azzal, ami valójában történt, és elfelejtették ezt. Ez második Mózes, 3. fejezet, 7-estől nézzük inkább. Jahua pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Azaz, mikor Egyiptomban volt, akkor sírtak hozzá, ő meghallotta őket, azt mondja, le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezébe, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, teljen mézzel folyó földre. Ők már egy másik dolgot mondtak, ami pontosan az ellentéte annak, amit az atya állított itt. A 17-es versben ugyanitt azt mondja, és mondám, kiviszlek titeket egyiptomi nyomorúságból, tejjel és mézzel folyó földre. Ezért mondja nekik azt Mósé, hogy ők nem vele mennek szembe, illetve Áronnal, hanem Jahua ellen. 11-es vers, azért hát te és az egész gyülekezet egy Jahua ellen gyülekeztetek össze. Mert Áron micsoda, hogy ő ellene zúgolódjatok. Mindenki, mind a két csapat Jahua ellen gyűlt össze. De ez a második garnitúra már el sem jött oda. És ugye ezek azok, akik azt mondják, hogy éppen nem teljen mézzel folyó földre hoztál minket, előtte meg azt mondja, hogy elhoztál minket onnan. Megharagúvék azért Mósé, igen, és mondd a Jahuának, ne tekints az ő áldozatukra, egy szamarat sem vettem el tőlük, és egyet sem bántottam közülük. Ne tekints az ő áldozatukra. Az az ember, aki nem sokkal korábban még azt mondta, hogy legyen ő az, akit kitöröl a könyvébe. Azt hiszem, második Mózes 32 az, ahol ezt mondja. Megtér azért Mósé Jahuához, és mondta, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának hatalmasságokat, de bocsáss meg az ő bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, melyet írtál. Arról itt magára vállalta volna azt, hogy inkább pusztítsa el őt, Jahua, mint ezt a népet. Úgyhogy eléggé kihozhatták a sodrából, ha azt mondta, hogy ne tekints az ő áldozatukra. Aztán mondta Mósé Korának, te és a te egész gyülekezeted legyetek Jahua előtt, te és azok, és Áron holnap.
Kiki vegye az ő tömjénezőjét, tegyetek abba füstölő szert, vigyétek Jahó elé, kiki az ő tömjénezőjét, 250 tömjénező, te is és Áron is, kiki az ő tömjénezőjét. Vevé azért kiki az ő tömjénezőjét, és tevének abba tüzet. Tűz egyébként is, vagy is, ugyanúgy, mint az isá. Is, vagy isá. Ez alef és sin, úgy, mint az erő, illetve a pusztítás, vagy pedig a vezető és a pusztítás, de ez a két karakter alkotja a tüzet. Ez a tűz, pusztítás ereje, vagy az erő pusztítása, vagy a vezető, vagy a hua egy pusztító erő. Ez a tűz. Mindenki rakott tüzet bele, és arra füstölőszert, és megállnak a gyülekezet sátorának nyílása előtt. Mosé is, és Áron is. Mindenki hozza a saját füstölőjét, és két csoport alakul ki, az egyik Kora, és az a 250 ember, aki ráhallgatott, és kialakult egy másik csoport, az pedig Áron, akit Jahua választott. És majd most ki fog derülni az, hogy mi Jahua akarata, hiszen ezt mondta neki Mosé, hogy majd Jahua el fogja dönteni holnap, majd meglátjuk, hogy ki az, akit ő akar, akit ő választ. Korra pedig összegyűjtötte vala ellenük az egész gyülekezetet a gyülekezet sátorának nyílásához, és megjelenik Jahuának dicsősége az egész gyülekezetnek. Most már nem csak az a 250 ember volt ott, hanem az egész gyülekezetet oda gyűjtötte Korra. Oda gyűjtötte Ruben fiait, aztán ez az egész elterjedt, az egész gyülekezetre mindenki ott volt, és ekkor jelent meg Jahua. Még annyit mutatnék, villámgyorsan, ez Semot 30-as fejezet, 7-es vers. Áron Acharon pedig füstölgtessen rajta minden reggel jó illatú füstölőszert, mikor mécseseket rendbeszedi, és akkor füstölgtesse azt. És mikor Áron estennen felrakja a mécseseket, füstölögtesse azt, szüntelen való illattétel legyen ez Jahua előtt nemzetségről nemzetségre. Ne áldozzatok idegen füstölőszerekkel, se égő áldozattal, se ételáldozattal, italáldozatot se öntsetek rá. Egyszer egy esztendőben engesztelést végezzen Áron annak szarvainál, ez ugye a láda, az engesztelő napi, ez Jom Kipur, áldozat véréből, egy esztendőben egyszer végezzen engesztelést nemzetségről nemzetségre. Szentségek szentsége ez Jahuának. Azaz Áron volt az, aki a füstöt áldozhatta Jahuának, illetve füstölögtette. De volt egy példa, Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai vevék egyen az ő tömjénezőiket, és tettek abba a szenet, és rakának arra füstölőszert, és vivének Jahu elé idegen tüzet, melyet nem parancsolt vala nekik Jahua. Nádáb és Abihu, aki Áron nemzetségéből való volt, azaz nem csak, hogy lévita volt, de még Áron nemzetségéből való is volt, vitték a füstölőszert, a tömjénezőt szenet rakta bele, és idegen tüzet vittek Jahu elé, ez Zur, bocsánat a szó, Zain, Vav és Res, Zur, elfordul, elidegenedik, idegen, úgy, mint nem családtag, nem szövetségi kerete közötti társ, vagy áldozat, külföldi, vagy elidegenül valaki, vagy el lett idegenítve. Undorító vagy utálatos egyébként szintén ez a szó Zur. A Zur egyébként egy Zain, Vav és egy Res. Zain az egy eke, akár a spirituális ember, de egyébként ásni vagy kutatni, a Vav, mint a szeg, az biztosít vagy hozzáad, és a Res pedig gondolatok. Azaz Zur maga a szó, úgy mint valami, ami idegen, az egy eke, kutatás, ásás, vav, mint egy szeg, és egy fej. Eke, szeg, illetve egy fej. Ezek azok Nádáb és Abihu, aki Jahua elé vitték ezt a tüzet. Tűz jöve ki azért Jahua elől, és megemészti őket, és meghalának azok Jahua előtt. Nem lehetett csak úgy akárhogy Jahua elé kerülni. 4 Mózes 3-ban szintén előkerül ez, ahol felsorolja Áron fiait. Az első szülött volt ráadásul Nádáb, aztán Abihu, ők voltak a két legidősebb,
És a négyesben mondja, hogy de Nádáb és Abihu meghal a Jahua előtt, mikor idegen tűzzel áldozának Jahua előtt a sínai pusztában, fiai pedig nem voltak. Azaz, ők teljes mértékben elpusztultak. Az a nemzetség, az a vonal, Nádáb, illetve Abihu. Úgyhogy látjuk azt, hogy nem mindegy, hogy ki az, aki Jahua elé viszi az áldozatot, és hogyha mi ki tudtuk deríteni, akkor valószínűleg Kora is képes lett volna ezt kideríteni, illetve tisztában volt vele. De ez később is előkerül ez a dolog egyébként, többször is megemlítik Nádáb és Abihu esetét. De nézzük tovább, hogy mi itt a helyzet. Ugye megjelent Jahua. És szóla Jahua Mósénak és Áronnak mondva. Váljatok külön egy gyülekezettől, hogy megemészem őket egy szempillantásban. Ők pedig arcukra borulának, Mósé és Áron, és mondának, Elohim minden test lelkének Elohime. Ruach a lélek, a test pedig Bászár. Nem egy férfiú vétkezette, és az egész gyülekezetre haragszol-e? Mózes visszamegy ugyanoda, abba a szerepkörbe, illetve amiben mindig is funkcionál. Mózes, ugyanúgy, ahogy a másiák, egy közbenjáró az atyánál az emberek érdekében. És megpróbálja még most is menteni, amit lehet. Ezt mondja, hogy egy férfi vétkezett, ne pusztítsd el az egész gyülekezet. Akkor Jahua Mosénak mondja. Szólj a gyülekezetnek mondvá, menjetek el Korá, Datán és Abirám hajléka mellől, körös körül. Fel kell azért Mosé, elmene Datán és Abirám felé, követi őt Jiszrael vénei. Szól a gyülekezetnek mondván, kérlek távozzatok el a gonosz emberek sátorai mellől, és semmit se illessetek abból, ami az övék, hogy el ne vesztetek az ő bűneik miatt. Mindenki, ugye Dátán és Abirám, illetve Kora volt ezek az emberek, akikkel a problémák voltak az első versben leírt, a Koré, Lévi fia, Dátán, Abirám, és On pedig Ruben fiai, ők azok, akikről szó van. Elmenének Korá, Dátán, Abirám hajlékai mellől körös körül eltávoztak az emberek. Dátán pedig és Abirám kimenének, megállván az ő sátoraik nyílásánál feleségeikkel, fiaikkal és kisdedeikkel. Ekkor mondta Mósé, ebből tudjátok meg, hogy Jahua küldött engem, hogy cselekedjen mind a dolgokat, hogy nem magamtól. Ha úgy hallnak meg ezek, amiről beszél Mósé, az ez. Mindenki számára itt a bizonyíték. Ebből tudjátok meg, hogy nem én vagyok az, aki ezt az egészet cselekszi, nem varázsol, és nem a saját erejéből, hanem Jahua. Ha úgy hallnak meg ezek, amint meghal minden ember, és ha minden ember büntetése szerint büntettetnek meg, akkor nem Jahua küldött engem. Azaz, hogy teljesen normális módon halnak meg, akkor nem Jahua az, aki a dolgok mögött áll. Ha pedig Jahua valami új dolgot cselekszik, és a Föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak alá a Seolba, úgy, mint az alvilág, Sin, Alef, Lamed, a pusztítás vezetőjének a tanítása, Sin, Alef, Lamed, vagy a pusztítás erejének a tanítása vagy vezetés. Seol, az alvilág, a sötét föld alatti hely, ahol a halotti árnyak található. Két verzió van, vagy meghalnak, mint a normális emberek, de ha Jahua valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak alá a Seolba, akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek Jahuát. Mósé tisztában volt azzal, hogy ezek az emberek nem ellene lázadtak fel, hanem Jahua ellen. Hiszen mindenki tudta, hogy őket Jahua vezeti. Látták a csodákat, látták mindazt, amit folyamatosan tett értük. Ennek ellenére nem csak, hogy Kora és ez a két karakter lázadt föl ellene, hanem már az egész gyülekezet odajött, most megadta nekik az esélyt, hogy eltávolodjanak tőle. Megtették, és lőn, amint elvégezi e beszédeket, meghasad a föld alattuk, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyeli őket és ház népeiket.
és minden embert, aki Koré valának és minden jószágukat, és alászállának azok és mindazok, ami az övék elevenen a pokorra, és befedezi őket a föld, és elveszének a község közül. Bebizonyítván nekik, hogy Jahova az, aki ezt az egészet számukra megmutatta, illetve bebizonyította azt, hogy ő Mósét és Áront választotta, és az ő nemzedékeit mindörökre, hogy szolgáljanak neki úgy, mint főpapok, nem pedig akárki. Az izraeliták pedig, akik körülöttük valának, mind elfutának azoknak kiáltására, mert azt mondják vala, ne talán elnyel minket a föld. Tűz jöve ki Jahuától, és megemészti azt a 250 férfit, akik füstölőszerekkel áldoznak vala. Hiszen azok az emberek azt idegen tüzet próbálták Jahua elé vinni, amit ő nem parancsol. Az egyik részét elnyelte a föld, a másik részét elpusztította a tűz. Szóla pedig Jahua Mósének mondva, mondd meg Eleázárnak, Áron pap fiának, hogy szedje ki a tömjénezőket a tűzbe, tüzet hincs széjjel, mert megszenteltettek. Úgy érti, hogy a tömjénező. Ezeknek tömjénezői, akik maguk lelke ellen vétkeztek, ez nefes a lélek, az a lélek, amelyről beszél, mikor arról ír, így vált az ember élő lélekké, az a szó, ott lélek, ez nefes maga az ember maga, ez a lélek. Az ember belsejének élő része, ez az ember spirituális része, ez a nefes. Ezek az emberek a saját lelkük ellen vétkeztek, mikor fellázadtak, és csináljanak azokból vékonyra vert lapokat az oltár beborítására, mivel hogy járultak azokkal Jahu elé, és megszenteltettek, legyenek jegyül Jeszvel fiainak. Azaz mindenkinek a jövőben, hogy ne felejtsék el soha, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akik fellázadtak korával, és nem vették figyelembe Jahua utasításai. Az egyik csapat, akinek az volt a problémája, hogy kihozta őket a tejjel mézzel folyó földről, akik a földi dolgokhoz ragaszkodtak, azokat elnyelte a föld, azokat, akik a spirituális dolgokat szerették volna megszerezni, azokat pedig elégette a tűz. Így a két csoport. Utána példa, ezek az aranylapok, melyekkel beborították az oltárt, ezek példaként szolgáltak mind a két fajta problémára. Felszedi azért Eleázár a pap a résztömjénezőket, melyekkel megégettek, járultak valahol, akik elégettek, azokat a tömjénezőket összegyűjtöttek, kiverték őket lapokra és beborították az oltárt azzal. Emlékeztető Jiszrael fiainak, hogy senki idegen, aki nem Áron magvából való, ne járuljon Jahua elé, úgyhogy ezt tudták, mindig is tisztában voltak vele, hogy csak Áron az, aki Jahua elé járulhat. Ennek ellenére ezek az emberek még mindig odajárultak elé. Emlék egyébként Zicharon, emlék, emlékezés, vagy egy jel, egy emlékeztető jel, vagy pedig egy emlékmű. Ne járuljon Jahu elé füstölőszerrel füstölögtetni, hogy úgy ne járjon, mint Koré, és mint az ő gyülekezete, amiképpen megmondotta vala neki Jahua Mosé által. Így járt Kora és az egész csapat Jahua által, ahogyan megmondotta neki Jahua Mosé által, azaz ezt tudták ők előtte is. Szóval nézzük, foglaljuk össze még egyszer villámgyorsan. Kora, Dátán, Abiram és On fellázadtak Mosé ellen. Kora és a 250 ember Lévi fiai voltak, illetve Ruben fiai. Lévi volt ugye a kiválasztott, Ruben pedig az elsőszülött. Ezért ők fellázadtak és azt mondták, hogy ők is bejárulhatnak Jahu elé, hiszen Mózes miért sajátítja ki ezt magának? Milyen fajta jogon, mikor ők is léviták, sőt, Kora és ők is elsőszülött. Úgyhogy nekik is joguk kellene, hogy legyen. A másik garnitúra ember azt mondta, hogy minek hozta ki őket ebből a tejemézzel folyó földről, mikor nekik olyan jó volt ott. Elfelejtvén azt, hogy mind a két döntés Jahua volt, aki meghozott.
Ezt mondja Mózes. Azért hát te és a te egész gyülekezeted Jahua ellen gyülekeztetek össze, mert Áron kicsoda, hogy ő ellene zúgolódtok? Vagy micsoda? Azaz, mi, ki is Áron? Áron nem hoz döntést, vagy ő maga Jahua az, aki ezeket eldöntötte, ezeket a dolgokat. 250 emberből lett aztán az egész gyülekezet, aki oda gyűlt, utána elpusztult a 250 ember, elpusztította az a másik csoportot a sátraknál, úgy, hogy Mosé megmondta, hogy ha ezen a módon halnak meg, akkor azt Jahua csinálja. A másik helyen megjelent Jahua, és ő mondta azt, hogy ezeket elpusztítja. Szóval megjelent a sátorban, elpusztítja őket. A másik helyen Mózes bizonyságot tesz arról, hogy ez Jahua, hiszen elmondja, hogy hogyan fognak meghalni. Meghalnak mindezek az emberek, és ekkor a 41-es versben ez történik. Másnap felzúdul a Jiszrael fiainak egész gyülekezete Mosé ellen és Áron ellen, és ezt mondják. Ti öltétek meg Jahuának népét. Úgyhogy mindezek után ezek az emberek még mindig nem vették az adást. Ők még mindig azt mondták, hogy ti öltétek meg Jahua népét. Mózes, mint ahogy legtöbbször, mikor egybegyűl a gyülekezet Mosé ellen és Áron ellen, akkor fordulnának a gyülekezet sátora felé, és ímé befedezte vala azt a felhő, és megjelenik Jahuának dicsősége. Azaz megjelent Jahua. Mózes azért és Áron menének a gyülekezet sátora felé, és szól a Jahua Mósének mondván. Menjetek ki egy gyülekezet közül, hogy megemésszem őket egy szempillantásban. Jahua ekkor szerintem már hallott eleget. Úgy volt vele, hogy ebből elég volt ezekből az emberekből, akik nem hajlandók semmiből se tanulni. Ők pedig arcra borulnak, Mosé és Áron. És mondta Mosé Áronnak, fogd a tömjénezőt, tégy abba tüzet az oltárról, rak rá füstölő szert, és vidd hamar a gyülekezethez, és végez engesztelést értük, mert kijött Jahuától a nagy harag, és elkezdődött a csapás. Vevé azért Áron tömjénezőt, amint mondotta vala Mosé, és futa a község közé, és íme elkezdődött vala a csapás a nép között, és füstölő áldozatot tett, és engesztelést szerzett a népnek. Azaz Mózes még mindig azon törte a fejét, hogy hogyan lehetne ezt a népet megmenteni. Áron pedig, akinek a feladata volt ez, megfogta a tömjénezőt, belerakta a tüzet, és elment a nép közé, hogy engesztelést végezzen a népért. És megállta a megholtak között, és az élők között, és megszűnt a csapás. És valának, akik meghaltak egy csapás miatt 14.700-an, azokon kívül, akik meghaltak a kora dolgaért. És visszatér Áron Mózeshez a gyülekezet sátorának nyílásához. Így szűnik meg a csapás. Amennyiben valaki a helyes úton jár, és a helyes tüzet viszi el Jahuához, akkor annak ez az eredménye. Ha valaki nem a megfelelő úton jár, akkor annak pedig az az eredménye, ahogyan Kora járt, és ahogyan a másik embercsoport járt. Láthattuk azt is, hogy ami elkezdődött Korával, és azzal a két másikkal, Dátánnal és Abirammal, illetve onnan, az oda vezetett, hogy meghalt az a 250 ember, Dátánnal és Abirammal meghaltak az ő családjaik, illetve az ő csapata, és meghalt 14.700 ember, mindez azért, mert nem voltak hajlandók azon az úton járni, amit Jahua kijelölt. Ez Kora történetének a tanulsága. Ha mindenki csak annyit jegyez meg ebből, hogy Jahua, de megmutatom, ez Zsoltárok 40-es fejezet, amiről már nagyon sokszor szó volt, véres áldozatot, ételáldozatot nem kedveltél, ugye nekem testet alkottál, ez zsidókhozból kiderül, égő áldozatot, bűnét való áldozatot sem kívántál. Íme jövök könyvtekercsben, így van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, Elohim, a te törvényed, a keblem közepette van. Ez az, amit ő akar. Minden másféle áldozatra nincs szükség. Csak arra, hogy az ember ezen az úton járja. Ugyanúgy, ahogy Péter írja első levelében, ti magatok is, mint élő kövek,
épüljetek fel lelki házzá, egy Kadesh papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, melyek kedvesek Elohimnek, Jehusa Hamásiák által. Azaz mindazok az áldozatok, amelyeket akkor állatok formájában, füstölő formájában, bármi más formában az emberek vittek Jahua elé, valóban arra szolgáltak, hogy Másiák felé vezető tanító mestereink legyenek, de nem úgy, hogy Másiákkal ez beteljesült és elmúlt, hanem megmutassák azt, hogy annak a fizikális dolognak mi a spirituális jelentősége. Ugyanez szerepel egyébként Jelenések könyvében is, az imádsággal kapcsolatban. Az Jelenések könyve 8-as, 6-os. És láték a király szék és a négy élő állat között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megöletet. 7 szarva, 7 szeme vala, ami Elohimnek 7 lelke, ami Ruach, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, az atyától. És mikor elvevé a könyvet, a négy élő állat a 24 vén leborul a bárány előtt, mindeniknél hárfák, aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. Az aranypoharak a kadusim, vagy a szentek imádságaival vannak tele. Proszeikhé. Imádkozás, imádság, vagy ima. A szó, amiből ered, imádkozik, vagy Elohimhez beszél, illetve könyörög. Ez az a jó illat, aminek a képe volt az a füstölő és az az illat, ami felment Jahuához. Jelenések könyve Higalú 8-as fejezetben a 3-as vers szintén ezt írja le, és látám azt a 7 angyalt, vagy 7 malakímat, aki Jahua előtt álla, és adaték nekik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, megáll az oltárnál, amit aranyjal bevontak, ugye miután a tömjénezőket beolvasztották, arany tömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegyen minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltára, amely a király szék előtt vala. A szentek könyörgése felmegy az oltárra, és felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből Elohim elébe. Vevé az angyal a tömjénezőt, megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek dörgések, szózatok, villámlások, földindulás. A szentek könyörgései azok, amik felmennek az oltárra úgy, mint egy füst. Az emberek könyörgése, a füst, ami ott a tömjénező volt Áron kezében, az emberek imádságai, ami felmegy az oltárra a mennyekbe Jahua elé. Ez az, amiből veszi az angyal a tömjénezőt, megtölti az oltárnak tüzével, és aztán azt visszaönti a földre. És ebből lesznek a mennydörgések, a szózatok, a villámlások és a földindulás. Így érti azt, hogy Másiákhoz vezető tanítómester. Nem úgy, hogy megszűnt. Egy fizikális jelenség, egy spirituálisnak az előképe a Tanákban. És Kora példája nagyszerűen bemutatja ezt, hogy amíg az ember a test útján jár, addig pusztuláshoz, az pusztuláshoz vezet akkor, és pusztuláshoz vezet most. De ha megérti valaki, hogy mi a spirituális üzenete, akkor az az élethez vezet, élethezett akkor, és élethez vezet most, hiszen Áron akkor is megmentette az embert, és az imádságunk most is felmegy, és az ember eljut a végén oda, hogyha megérte. Ez Kora a történetének tanulsága, és ez a büszkeség, illetve a lázadásnak a következménye. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.